Üdvözlöm Önöket! A képzelet határtalan. A színes szilánkok diákszínpadirén nem szabott határt a gyermeki fantázia világnak. Mazslakok és unikornisok épp úgy lehettek szereplők, mint vérszívó vámpírok. Német Attila és Pongó Gábor rendezők ugyanis a gyerekekre bízták az Egyszer volt egy világom és a Vérkeringő című előadások megformálását. És a tűzokádó sárkány felett győzelmet arattak a cicák, kosok, marslakók, az unikornisok és más képzeletbeli figurák. Itt a vége, de nem futott el véle, mert csak ekkor kezdődött a mese. Megszakadt ugyanis a kapcsolat az általunk ismert világgal. Az újvidéki diákszínpad legkisebbjei hónapok óta készülnek az Egyszer volt egy világom című előadásra. Bábokat gyártanak és figurákat találnak ki. Unicuki Édességországból érkezett. Egy unikornis volt a szerepem, egy szarvú, amelynek azok voltak a tulajdonságai, hogy gondolatolvasó volt, allergiás volt a könnyekre és szivárványt fingott. Ez egy nagyon érdekes kombináció, ezt mégis hogy sikerült mindegyszerre megvalósítani? Azért, mert mi magunk készítettük a bábokat, és mi magunk találtuk ki a tulajdonságait, jó tulajdonságait, rossz tulajdonságait, hátrányait és előnyeit. A gyerekek által szőtt meseszálak elszakadtak, így azokat össze kellett varni. A szabómester ezúttal Németh Attila, az Újvidéki Színház színésze volt. Így beszélgettünk mesékről, és akkor különböző világokból próbáltunk megcsinálni egy adott pillanatot csak ebből az egész mesékből, mert mindenkinek van egy saját mesé, és mindenki egy más világból jött, és hirtelen itt találkoztak ebben a mi világunkban. Ez volt az alapelv, amiből kiindultunk utána. Nem szerettem volna úgy osztani, hogy most lesz három kisbéka, három unikornis, meg nem tudom, egy víziló, hanem mindenki saját magának, mivel ők kreálták ezeket a kis maszkokat, akkor ők is adtak hozzá a meséhez valami sajátságos ötleteket, és jöttek a különböző hülyeségekkel, meg a jó dolgokkal, és akkor ezekből összeállt a végére egy ilyen kis előadás. A mese azonban ezzel nem ért véget. A színpadon ugyanis áldozati szertartáshoz készülődött a Színes Szilánkok diákszínpad idősebb csoportja. Barnasára Dávid már 5 éve tagja a társulatnak, és már számos előadás szereplője volt. A Vérkeringő a kedvenc darabja. Igazából azért, mert mindenki egyenlő, és nincsenek külön szerepek, és így mindenki egyenlő szerepe van, mindenkinek egyenlő szerepe van. Hogyan zajlottak a próbák erre az előadásra? Az elején hetente egyszer volt, aztán az előadás közelettével egyre többször mentünk be. Voltak késő esti próbáink, ahol keményen dolgoztunk, de kifizetődött, hiszen jó lett az előadás. Most a bemutató után vagyunk, most hogy érzed magad? Szerintem jól sikeredett.
A közönség hogy fogadta? Nagy tapsot kaptunk, szóval biztos tetszett nekik. Az előadásból az is kiderült, hogy hogyan táncolnának a kiéhezett vámpírok a Cotton Eye Joe közismert ritmusára, majd vérszomjukat csillapítva már készen álltak egy esküvői rítushoz is. A nem mindennapi mozgásszínházi produkció megvalósítása már akkor elkezdődött, amikor Figura Terézia, a diákszínpad vezetője, Pongó Gábort kérte fel a rendezésre. A színész úgy döntött, hogy az első rendezésének alapötletét a gyerekekre bízza. Mondták, hogy most már valami komolyabbat szeretnének, mondom, jó. Akkor megkérdeztem őket, hogy hogy állnak a vérrel, azt mondták, hogy az jó, a fekete színnel, a vámpírvilággal. Nagyon tetszett nekik, és valójában, hát persze nincs az előadásban vér, csak ezt nekik így adagoltam be, és nagyon megtetszett nekik a téma, és akkor foglalkoztunk ezzel egy kicsit úgy történelmileg, úgy zeneileg, úgy a filmművészetben, hogy milyen filmek vannak, hallgattunk zenéket, csináltunk különböző gyakorlatokat, és akkor az történt, hogy valójában rengeteg zenét hallgattam meg, és találtam egy-két zeneszámot, ami nagyon tetszett, ami megérintett engem is. Miután meghallgattattam a gyerekekkel, akkor visszaigazolták azt, hogy jó választottam, és nekik is tetszett, és akkor beindult a munka. A műhely munkából keletkezett az előadás, és plusz még a koreográfiák, amiket én találtam ki végül is. A vérkeringő és az Egyszer volt egy világom előadásokat jövőre is tervezik játszani a Színes Szilánkok Diákszínpad társulatai, miközben már új előadásokkal készülnek a Bács-Fekete-hegyi gyermekszínjátszó szemlére. Álmodozók. Egy forradalom fantazmagóriája. Új előadást mutatott be az Újvidéki Színház. Azzal foglalkoznak, hogy vannak-e még olyan emberek, akik ártatlanul hisznek abban, hogy a világ jobb lehet, és hogy hol található az igazi lázadás. Felfedezhetők-e a mai kor történéseiben az 50 évvel ezelőtti elbukott forradalom vonásai? A fiatalok mennyire állnak készen kitörni a megszokott kényelmükből, valójában akarják-e a változásokat, vagy csak a fiatalos lázadó énjükkel kérkednek, és a tetlegesség csak puszta vágy marad. A főszereplők elmondása szerint a film megindítja azt az elmélkedést és gondolatsort, ami arra készteti az embert, hogy elsőként önmaga forradalmát kell megvívnia. Nem, ide valósi. Nem. Külföldi. Most már rányomadok. Szerintem mindenkinek nehéz egy ilyen történetet eljátszani. Tehát egy olyan emberről beszélünk a Teó személyében, aki forradal már a maga módján. Tehát ő lázad minden ellen, ami a kispolgári lét nek a sajátossága. Ugye a testvérével, Izabellel van egy viszonyuk, és ez is egy belső lázadás. Tehát nekem is meg kellett magamba keresnem azt a belső lázadást, ami tulajdonképpen magamban születik meg, és azt tudom táplálni. Mert ugye a Teó el is mondja a darab egyik részébe, hogyha nincs bent lázadás önmagunkban, akkor a lázadást kell kivinni az utcára. Tehát valami úton módon fel kell az emberekbe ébreszteni azt, hogy valami ellen tudjanak lázadni, hogy akarjanak változást. Ugye ma egy olyan kort élünk, ahol hát úgy mondjam, az emberek nagyon kényelmesek. A nihilizmus tombol a világban, nem érdekli őket semmi, mindenki csak a mobiljával törődik, és az, ami körülöttük van, azt nem igazán veszik észre, csak nagyon-nagyon kirívó esetekben mennek ki az utcára. És nem is akarnak ez a komfortzóna ellen harcolni. De nekik ez jó. És tehát
mi se vagyunk különbözőek szerintem ezektől az emberektől, csak vannak olyanok, akik megpróbálják ezt megváltoztatni, ennek megpróbálnak neki menni, és a Teó egy pontosan ilyen ember. Színháznak szerintem, mint általában mindenféle művészetnek, kötelessége lázadni, és kötelessége megmutatni a világnak, illetve a nézőknek, hogy a világban mi az, ami nem működik, mi az, ami rossz. A színház szerintem nem csak azért létezik, hogy nevettessen, szórakoztasson, hanem azért, hogy kinyissa a szemeket, a szívet, a lelket, az agyat. És hogyha ez nem történik meg, akkor a színháznak nincs értelme. Hogy milyen ereje van a színháznak, mint olyannak, hogy lázadást szítson, ezt nem tudom, de hogyha mondjuk 100 nézőből 3-nak megtörténik belül valami, változik valami, akkor már megérte, és akkor már a lázadás útjára léphetnek pozitív értelemben. J'habite seul avec maman dans un très vieil appartement rue Sarazate. Le travail ne me fait pas peur, je suis un peu décorateur. A darabot 6 hét alatt készítették el, de munka megfeszített tempóban folyt. Kicsit meglettünk rövidítve a Synergy Fesztivál által, ami nem biztos, hogy baj. Viszont pár dolog talán emiatt később ért be, vagy viszonylag későn ért be. De hát ezt igazából rögtön meg is cáfolom magam, hiszen itt elhangzott több szájból is, hogy például más próba folyamatokhoz képest viszont adott pontokon jobban is álltunk, mint mondjuk egy klasszikus 6-7-es időtartam esetében. Szóval igazából jól elmúlt. Érdekes, hogy az akadémián rengeteget hülyéskedtünk azzal, hogy különböző filmes idézetet dobáltunk egymásnak az osztálytársaimmal, de ezek általában Star Wars idézetek voltak, és mindig néztek rám, hogy a francba tudsz ennyi hülyeséget megegyezni, a fontos dolgokat meg kevésbé, mondjuk én ezt is cáfolnám, nem mindegy, és az Ozsvárobi kollégám jegyezte meg, hogy ebből egyszer kellene egy előadást csinálni, és így hát most nagyon-nagyon-nagyon éle volt a dolognak, mert itt ült a nézők között, és nyomtuk a Star Wars idézeteket egyiket a másik után. Szóval élvezetes volt ebből a szempontból. Kicsit olyan, majdnem már bűnös élvezet ilyenkor, mert van olyan próba folyamat, amikor egy nagyon-nagyon súlyos tétje van mindennek, és úgy érezzük, hogy tilos nevetni, mert most ez nem olyan téma, nem szabad, hanem bele kell menni, bele kell mélyülni, merülni, és akkor kicsit mi is, hát az kimerít, az letaglóz. Ez viszont úgy ellenkezőleg földobott, és nyomtuk, de közben meg nem fáradtunk el, hanem hogy még jöttek a hülyeségek. Szóval az előadás nagyon jól sikerült, de mindenkinek ajánlom egyszer, lopakodjon be és nézze meg, milyen az, amikor egy úgynevezett taljánkát csinálunk, ez a lejáró próba, mert akkor aztán elszabadul a pokol. Az Álmodozók című produkcióhoz Bernardo Bertolucci 2003-ban bemutatott filmjét és az eredeti könyvváltozatot, a Gilbert regényt is felhasználták forrásként. Az előadás külső és belső lázadások tükörképét vetíti egymásra. Lénárd Robert rendező így látja a darabot. Kérdések azok mindig ugyanazok, 400 éve ugyanazok a forradalom kérdései, érdemes-e, neki lehet-e fogni, aztán valahogy én mindig úgy látom a történelemben, hogy a vesztes forradalom is ér el mindig valamit. Aztán ez eléggé reménykeltő, így alapjában véve, hogy a lázadások korát éljük, azt így nem biztos, hogy tudtuk, amikor ezzel elkezdtünk foglalkozni, vagy amikor műsorra helyeztük egy évvel ezelőtt, de hát a történelem minket igazol. Hát 68-at úgy szoktuk emlegetni, mint az utolsó globális forradalmat, ami ugyan sehol nem járt sikerrel, tehát hogy 68 azért sehol nem robbant be, és nem vált maradandóvá, ugyanakkor az eredményei meg voltak.
most nyilván ezekről az eredményekről is egészen jókat lehetne beszélgetni, hogy vajon ezek jó eredmények-e, vagy pont a kontrája jött be mindennek, amit ezek a srácok szerettek volna. Ugyanakkor nem gondolom, hogy egy haszontalan forradalomról beszélünk. Mindenesetre mi nagyon megpróbáltunk elvonatkoztatni 68-tól, azon a módon, hogy 68 struktúráját átvettük, 68-al foglalkoztunk, mint történelmi esemény elég sokat az első hetekben, ugyanakkor megpróbáltuk kiszedni belőle azokat a dolgokat, amik ilyen nagyon lokalizálták volna a 68-as forradalomnak a textusait. Ez az éjszaka a házimozi játéknak mégsem vetett véget. Ellenkezőleg a játék egészen új szakaszát nyitotta meg. Játszulja meg, jó! Te mondod, hogy rabló támadás, a te hangod mélyebb. Hűvadászom. Monotonitással is örök, ezt még sem játszom. Tíz év, számtalan előadás, és mintegy 200 gyerek, aki megfordult a Népkör Magyar Művelődési Központ Fabula Rasa színjátszó grundjában. Ez van a Gregus Zalán és a Rabowski Csaba által fémjelzett társulat mögött. A 10. születésnapot gálamisorral ünnepelték. A színjátszó grund az elmúlt évtized legemlékezetesebb alkotásait vonultatta fel a színpadon. A kezdet a Dzsungelkönyve volt, a folytatást pedig még mindig írják, hiszen mindig újabb és újabb darabokkal örvendeztetik meg a nézőközönséget. A gálaműsor alkalmából visszatértek azok is, akik időközben elkerültek a Fabula Rasa társulatától. Nagyon szerettem a Pál utcai fiúkat, és ott Weisst játszottam, és amilyen különleges volt, az szerintem a Rovarok, Tasnádi István darabja, és ott Szúnyoglány voltam. Ez volt az első zenés darab, amiben szerepeltem. Miként hogyan továbbít a Fabula Rasán belül a tevékenységed? Mi az az álomszerep, ami még nagyon szeretnél, vagy szíved vágya? Hát én már a Színház és Filmművészeti Egyetem hallgatója vagyok, úgyhogy most már nem járok a Fabulába, de mindenképpen szívesen visszajönnék ide, akár rendezni, akár segíteni az Alániknak. Igazából én szerettem ide járni, mert én családként tekintettem arra, és azért örülök most is, hogy 10 év után is ugye sikerül is összejönni, és itt vagyunk mindannyian. Jövőben milyen szerepek várnak még rád? Nagyon remélem, hogy hívnak is, és tudok velük közreműködni és másokkal is. Jó napot! Mit kíván, kedves levő? Mert barátom szeretnék és milyen? Sportos, szolidabb, vagy széles hangás? Maga jó megállasszonyom. Próbáljuk meg talán ezt. Ez nem is túl sötét, és nem is túl világos. A Holdbeli csónakos nagyon szerettem, mert ott kicsit kiléptem a komfortzónámból, énekelnem kellett, és az volt az első olyan alkalom, amikor nagy nézőközönség előtt kellett énekelnem. Szerettem még nagyon az Ízbalkánt, mert nagyon komoly témája volt, és aktuális, és szerintem kell olyan darabokkal foglalkoznunk, ami így a fiatalságnak szól. Hát igazából tényleg az összes, a Hert is nagyon szerettem, mert az egy ilyen koprodukció volt a Népkör táncosaival, és bulisztunk, és ez egy annyira bolond csapat, és nagyon jók voltak a próbák. Büszkén tekintenek vissza az elmúlt évtizedre a Fabula Rasa csoport vezetői. Mikor kezdtük a legelején, se Csabának, se nekem nem volt tapasztalatom ilyesmiben, és nagyon-nagyon nagy kihívás volt. Meg is voltunk ijedve, mert első évben rögtön 40 pár gyerek jelentkezett, hogy húha, most 40 gyerekkel színházat csinálni, hogy ez hogy lehetséges, mint lehetséges, és aztán addig gyúrtuk, faragtuk, hogy tehát ilyen pár hónap alatt, tehát ilyen
mondjuk rá 8-9 hónap alatt kiosztunk egy dzsungelkönyvét, tehát ez volt az első nagy bemutatónk. Előtte volt a Fából Vaskarika, az egy kisebb produkció volt, de amit ilyen nagy előadásnak lehet nevezni, az a dzsungelkönyve volt, ugye 2009 tavaszán. És itt beindult egy csoda, amit úgy éreztünk, hogy ezt nem szabad abba hagyni, nem szabad hagyni a gyerekeket, és hogy ezt csak szépíteni, jobbítani, javítani, és ezen törekszünk 10 éve, hogy ez minél jobban működjön. Körülöttünk mindenki 10 évet öregedett, én is öregedtem, idősebb lettem 10 évvel, és a gyermekek is egyszer csak felnőttek. Akkor gondolom, büszke szülőként is tekintesz egyébként erre vissza? Igen, itt, ahogy lezajlott itt a próba, a Dimitrov Nikoletta írt egy ilyen visszaemlékező kis történetet, és abból úgy nevezett meg bennünket, a Zalánt meg engem, hogy a pótapák, és azért ez kicsit ilyen könyvbe lábad az embernek a szeme, amikor ilyeneket hall egyébként a diákoktól, akik már felnőnek, és már Budapesten él, és még mindig jelent valamit nekük, meg ez az egész népkörű lét, meg az egész fabularázás légkör, meg úgy gondolom, hogy a Zalánnal egy ilyen, hogyha lehet ezt ilyen 21. századi díjasan kifejezni, hogy brandet csináltunk logóval, Fabula Rasa, úgy, ahogy kell. A gála műsoron Bodrogi Béla, a Népkör Magyar Művelődési Központ főtitkára átadta a csoport tőzsgyökeres tagjainak és vezetőiknek az elismeréseket a több éves munkáért. Az esemény végén tortával is meglepték a társulat tagjait. Idén most jelentkezett utoljára a kulturális magazinunk, de egy rövid szünet után jövőre ismét várom Önöket. Viszontlátásra!